Köszöntelek benneteket a csatornámon. Örülök, hogy kiválasztottátok a videómat. Üdvözöllek benneteket ezen a felvételen, Mizó is, szeptember 17-én. A mai napon új hold van. Ez azt jelenti, ha mi a Földről tekintjük a csillagokat, a napot, a holdat, akkor a nap és a hold egy ilyen pillanatban találkozik. A kínai asztrológusok ezt úgy mesélik el, hogy egy ilyen napon az égi császár vagy a nap és az égi császárnő, a hold visszahúzódik a hálószobában, és ezt nem kell, hogy lássuk. Számunkra ez az új hold azt jelenti, hogy húzódjunk vissza. Gondolkozzunk el azon, hogyan tovább, vagy tervezzünk valamit, de ne tegyünk lépéseket. Abban a pillanatban, amikor a nap és a hold találkozik, a keleti határon a mérleg jegye kel fel, és adja a témát. Miről kell, hogy elgondolkozzunk? Mit jelent számunkra a mérleg jegye? A belső egyensúlyt, a harmóniát, a szépséget, az igazságot és a szerelmi témát, a párkapcsolatot. Ezeken kell elgondolkozni. És mi adja számunkra az alapot, a biztonság érzetét, azt mutatja a horoszkópon a mélypont. És az a bak jegyében van, ott mozog a Szaturnusz bolygó, és sokaknál ez azt jelenti, hogy úgy érzik, elveszítik a talajt a lábuk alól. Vagy jelenthet egy költözködést is, de nehézségekkel. Ezt még át kell gondolni. De még mindig hiányzik a könnyűség. Az is nehéz most szavakban azt kifejezni, amit mondani szeretnénk, vagy mások közölnek valamit velünk, és mi nem értjük azt, hogy mit akarnak. Mit vált ki ez az új hold nálunk, hölgyeknél? Mi szeretnénk elismerést. Mi szeretnénk azt, ha mások csodálnának bennünket, és mi lennénk a középpontban. Ami a férfiakat illeti, ők szeretnének valamit rendezni a házasságukkal kapcsolatban, vagy a párkapcsolat terén. Sokaknál jelent ez egy új kezdetet, másoknál válást, vagy azt is jelentheti, hogy válásra kerül sor, mert ő szeretne veletek egy új kezdetet, amennyiben még házas ez a férfi. Ahogy így, vagy ahogy úgy, azt jelenti számukra most, hogy a párkapcsolat áll a középpontban. Ami még fontos ennél az új holdnál, hogy legyünk kicsit szerények, gondolkozzunk el az anyagi dolgok felett. Azt rendbe kell hozni. Ezt jelenti a mai holdház is, mert a nap és a hold az Uttara Palguna holdházban található, és az azt közli velünk, mennyire fontos az, hogy a terveinket megvalósítsuk, de ne siessük el a dolgokat, mert még valamit rendbe kell, hogy tegyünk, vagy kell, hogy türelmesek legyünk. Persze, hozzá kell tennem, hogy egy új hold után a hold növekszik, és ez mindig jó időpont valamit kezdeni, indítani, amikor mi elvárjuk azt, hogy valami szaporodjon, vagy valamit szeretnénk kibővíteni. És mi az, ami még fontos ennél a mai új holdnál? Az, hogy beletekintsünk a mélybe.
vagy a mi belsőnkre, a mi érzelmeinkre, a lelki dolgokra odafigyelni, vagy arra, hogy miért történik ez vagy az az életünkben. Mi ez a forrás, mi az oka ennek, vagy ha betegségekről van szó, miért van ez így? A betegségekre oda kell figyelni, mert felhívja a figyelmünket arra, hogy valamit változtatni kellene az életünkben. És ennél az új holdnál feltehetjük a kérdést, miért, mi az oka ennek? Abban a pillanatban, amikor a nap és a hold találkozik, a keleti határon a mérleg jegyekkel fel, és ebben a pillanatban kap egy besugárzást Merkur bolygótól. Tehát Merkur bolygó hat a keleti határon felfele mozgó mérleg jegyére, az befolyásolja a mai napon a mi fellépésünket, kihat a személyes dolgokra, és ami még fontos, a Merkur bolygó energiájánál a fiatalos kisugárzásra. Merkur bolygó hatása alatt fiatalabbnak nézünk ki, ez is hat ránk, és hatása alatt vannak kapcsolatok, vagy egy hír, ami bennünket személyesen érint. A mérleg hatásánál lehet ez egy szerelmi vallomás. És ez volt a felvételem, Miszós, szeptember 17-én. És ez volt a videóm, köszönöm figyelmeteket, viszont hallásra!